Sziasztok, Ivett vagyok, és ez itt a Csivetka videoblog. A mai videóban a márkásbolt.hu jó voltából nagyon sok szuper outfit, komplett outfit ötletet mutatok meg nektek, csupa márkás holmiból, mivel ugye jön az ősz, még egy kicsit meleg van, de azért már jön az ősz. Úgy válogattam össze ezeket a szetteket, hogy mindenki megtalálja a saját kedvére valót, illetve a saját stílusához valót. Arra is figyeltem, hogy az időjárás egy kicsikét kiszámíthatatlan, én még bízom abban, hogy egy darabig jó idő lesz. És voltak olyan szettek, amik egy kicsit lengébb őszre hajaznak, vagy lengébb őszre valóak, és vannak olyan szettek, amik már inkább a kabátos, vagy egy kicsit melegebb, már inkább a telet váló őszre valóak. Hogyha érdekel titeket, hogy milyen outfiteket válogattam össze, akkor nézzétek tovább ezt a videót. Az első szettem egy kicsit lengébb, akár nyárra is elmehetne, hogyha tornacipővel veszük fel, illetve egy kicsit rövidebb nadrággal, vagy nem magas szárú tornacipővel, úgy értem, akkor nyárra is simán ki lehet használni ezt a szettet. Azért választottam ezt a kombinációt, mert erre még rá lehet öltözni, illetve alá is lehet öltözni, mert ezen a sportmelltarton kívül akár választhatsz magadnak egy más színű bralettet, vagy alávehetsz egy atlétát, és ezzel többet takar, illetve nincs kint a derekad, és nem fázol annyira. Erre is ugyanúgy fel tudsz venni egy kardigánt, egy pulóvert, vagy egy XXL-es jackit, és nem fázol. Emellett pedig roppant kényelmes, hétköznapokra maximálisan ki lehet használni, és a sportosabb öltözékek rajongóinak abszolút kedvence lehet. A második szett akár sokkal csinosabb formában is kivitelezhető, én azért ezt választottam, mert szeretem a szaladgálós holmikat, és hogyha szeretnék egy kicsit szexi lenni, de mégis szeretnék kényelmesen közlekedni, szaladgálni, ugye én nagyon szeretek szaladgálni, de a szószoros értelmében, mert nagyon gyorsan szoktam közlekedni a mindennapokban, és azt szeretem, hogyha a cipőm ebben nem akadályoz, és mikor megláttam ezt a ruhát, úgy gondoltam, hogy mindenképpen tennem kell valami szexi nőieset a videóban, mert ugye az vagyok igazán én, és hozzáválasztottam ezt az XXL-es farmer jacket, illetve ezt a nagyon-nagyon szuper félcipőt, amit szintén tudsz ősszel hordani, tudsz bele zoknit is venni, hogyha szeretnéd, és akkor egy kicsit hidegebb napokra is tökéletes, illetve fel tudsz venni nadrághoz, szoknyához, fel tudod venni hidegebb nyári napokra, tavasszal is, szóval maximálisan ki tudod használni. A ruhát pedig nem csak ezzel a lezser kombinációval lehet hordani, hanem fel lehet venni szexi magassarkúval, és akkor már többféle alkalomra is kihasználhatod. A kabátom az egy S-es méret, de ugye ez egy ilyen boyfriend style. Nagyon szeretem a boyfriend stílusú dolgokat, és nem csak ehhez a ruhához való, hanem akármihez. A harmadik stílus az abszolút elegancia kedvelőinek és a nagyon-nagyon csajos és nőies vonal kedvelőinek szól, és ez már egy kicsikét melegebb, tehát itt ebben a, hát jó, hogyha nem veszel fel harisnyát, nyilván minden egyes szethez, amit mutatok nektek, simán felvehetsz egy kis harisnyát is, kicsit vastagabbat, hogyha hideg van, vagy vékonyabbat, hogyha egy kicsit melegebb van, és nem csak csizmával hordhatod, hanem bármilyen más magassarkúval is. Én azért a csizmát választottam, mert hogyha valaki tud szaladgálni magassarkúban, hétköznapokban jobbra-balra, vagy esetleg elegánsabb megjelenést kíván a munkája, vagy bármi, amivel foglalkozik a hétköznapokban, akkor nem fog fázni. Nekem nagyon fontos, hogy a bokám takarva legyen, illetve a lábaimat is nagyon szeretem többszörösen felöltöztetni, amikor beköszönt a hideg. Abszolút úgy kombináltam össze, hogy simán lehessen hozzá harisnyát is felvenni. Az a hosszú kardigán, amit hozzá választottam, pedig sokkal melegebb, mint ahogy a képeken kinéz, és ez így ilyen észrevétel a márkásbolt.hu webshopjával kapcsolatosan, hogy sokkal jobb minőségűbbek a ruhák, és vastagabbak, és tényleg sokkal jobbak, mint amit egyébként a képen gondolnál, vagy a kép alapján gondolnál, és ezért is bátorítalak titeket, hogy nyugodtan vásároljatok ott is ősziesebb holmikat. Majd az egyik szedben ezt az inget is fogjátok látni, ami most rajtam van. Ez is egy ilyen boyfriend stílus, és nagyon szeretem az ilyesmit, és ennek is nagyon-nagyon vastag anyaga van, illetve nekem nagyon fontos az, hogy bírja a mosást, és biztos vagyok benne, hogy többszöri mosás után sem fog megkopni, vagy egy kicsit tudjátok tönkre menni az anyag. A negyedik, illetve az ötödik outfit kombináció az szinte ugyanazokból a ruhákból van, mint amit előzőleg rendeltem, egy pár dologgal kiegészítve. Nagyon szeretem a sportos dolgokat. Nekem a nadrág, sportcipő és valamilyen egyszerű felső kombináció az abszolút must have a mindennapokban. Nagyon sok olyan embert ismerek, aki szereti a fehér póló farmer kombinációt, na valami hasonló ez is. Egy kicsivel sportosabb formában, mint amit mostanában nekem
megszoktunk, és hozzá választottam egy kis rózsaszínes csekit, mert az ugye megy a cipőhöz is, plusz nagyon-nagyon aranyos, szóval ez egy kicsit már ilyen szexi kislányos is, és annak ellenére, hogy sportos, nagyon nőies tud lenni. A másik kombó pedig, amit szintén egy nagyon egyszerű dolgokba variáltam össze, az a farmerszoknya, póló és bakancs, ami szintén egy lezserebb és szintén szaladgálós, viszont meleg, és nagyon-nagyon praktikus a mindennapokban. Ehhez is tudok felvenni harisnyát. Nekem az ilyen átmeneti időkben, főleg az utóbbi időben nagyon nagy kedvencem lett az, hogy felveszem a farmerszoknyát és egy vastagabb harisnyát, és még hogyha kell, aláöltözök valamit, ugye, hogy duplán védje alsó fertájamat, ahol könnyen fel lehet fázni. Ha már harisnya alá még egy harisnyát veszel fel, vagy egy, nem tudom, biciklis nadrágot pluszba, azt már ugye senki nem veszi észre, mert még ráveszel három réteg ruhát, meg egy miniszoknyát. És védve vagy, szexi is, illetve tudsz vele szaladgálni a hétköznapokban, illetve ugyanúgy nőies attól, hogy nem magas sarkú. És az utolsó kombináció szintén egy szoknya megoldás, ezt ugyanúgy variálhatjátok magas sarkúval, ki hogy szeretné. Én mindenképp választottam magamnak egy ilyen magasabb talpú sportcipőt, mert az nagyon nagy divat, és szerintem sokaknak bejön az ilyesmi stílus. Mindenkit bátorítok rá, hogy a saját stílusának meg ízlésének megfelelően kombinálja a ruhadarabokat. Nagyon tetszett a szoknyában, hogy amellett, hogy abszolút rám tapad, nem is gondoltam volna, bármint, hogy ez nekem ilyen meglepetés volt a csomagban, hogy egy ilyen nagyon szuper övvel jött, ami még inkább lezserebbé teszi az egészet, de sokkal szexisebb, mivel rátapad az egész, és megőrzi a nőiességet, ugyanúgy nagyon kényelmes és szintén szaladgálós öltözék. A sorrendet figyelembe véve, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6 vagy valamennyi, írjátok meg nekem, hogy melyik szett tetszett nektek a legjobban. A videó leírásba beleteszem a markásbolt.hu webshopjának a linkjét, illetve az összes ruhának a közvetlen linkjét, amit a videóban láttatok. Úgyhogy vásárlásra fel! Köszönöm szépen a mai figyelmet, kövessetek engem YouTube-on, Instagramon, Pinteresten és Facebookon is. Imádlak titeket! Sziasztok! Yeah,